Szabad nap. Néhol hétfőn vagy kedden is ez a felirat fogadja a vevőket. Az AFEOS Coop szövetség elnöke alig fél éve közölte híradónkkal, hogy néhány kis településen korlátozzák a nyitvatartást. Több mint 50 üzletben tették meg a blog.com szakportál felmérése szerint. Például az Abaúj-Devecseriben, amelyhez Encsen működik a legközelebb nyitvatartó bolt. Hát egy jó fél órát kell gyalogolni. Ha elfogyott a kenyér, akkor már nem lehet venni, vagy épp ha valamit szeretnénk venni a gyerekeknek, hogyha jövünk az óvodában, nem tudjunk bevenni a boltba. Most kiderült, hogy több bolt végleg bezárt. Tavaly 102-vel csökkent a Coophoz, és 93-mal a CBA-hoz köthető üzletek száma az országban saját közlésük szerint. A harmadik magyar franchise hálózat, a Real, nem árult el az adatokat, de a Trade magazin kutatása alapján 136 boltjuk húzta le a rolót. Nem bírtak lépést tartani a multikkal. A kormány több támogatást kellett volna adni az elmúlt években a kis települések kis vállalkozásainak, hiszen ezzel segíthette volna a talpon maradást, ez azonban elmaradt. Természetesen az eddigi járulékcsökkentések is segítséget jelentettek, de a kis vállalkozásoknak keveset. Varga Mihály fél éve, akkor még nemzetgazdasági miniszterként híradónknak azt mondta, nem látok ott a változtatásra. A kormány forgalom alapján nem tesz különbséget. Kisközségben és nagyvárosban is azonos arányú járulékot kell fizetniük a munkaadóknak. 19,5-nél tartunk most, és az a cél, hogy 15%-ig tudjuk csökkenteni 6 év alatt. Ebben a folyamatban vagyunk most benne, azt a jó hírt tudom tehát mondani a vállalkozóknak, hogy eddig semmilyen olyan ok nem merült föl, hogy ezt a járulékcsökkentési, adócsökkentési ütemet fékezni kellene. Tavaly 18, 5 év alatt pedig összesen 84 település teljesen bolt nélkül maradt az országban. A pénzügyminisztérium most azt írta, folyamatosan figyelik a kisboltok számának alakulását, és szerintük a béremelések mértéke a kiskereskedelemre nincs érdemi negatív hatással.